Alkalmanként egy-egy neves politikus és olyan személy, aki sokat tett a polgári értékekért, volt a beszélgető társa Hoppál Péternek a Pécsi Polgári Szalon rendezvényén. Az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke ezen alkalmakor műsorvezetővé lép elé, és egy pohár cirfánlé mellett mintegy két órát beszélget életekről, aktualitásokról. Most sem volt másként, legutóbb Dajs Tamás, Fidesz alapító, az Európai Parlament képviselője volt a vendég, akivel az Unióban zajló jelenlegi problémákról, harcokról, illetve magáról a képviselő életének legendás fordulatairól, a Fidesz alapításáról beszélgetett. Milyen boxok vannak és milyen értékharcok az Európai Parlament és az Európai Intézményrendszerben, és hogy ebben Magyarország és a Tamásék csoportja, mint szuverenista irányt követők, milyen eredményekre számíthatunk mindannyiunk érdekében a közeljövőben. Dajs Tamás Fidesz alapító, Európa Parlamenti képviselő emlékeztetett a 30 évvel ezelőtti közösen saját erőből kivívott sikerre. A rendszerváltásról beszélgethetett most egy számára izgalmas pécsi közönség előtt Hoppál Péterrel. Az, hogy mi magyarok a saját erőnkből ki tudtuk vívni a szabadságunkat, annak az időszaknak a történéseit tudjuk feleleveníteni, de ez nem a nosztalgiázás érdekében történik, hanem alapvetően azért, hogy amire akkor képesek voltunk, arra most is képesek legyünk, azaz tudjunk tenni annak érdekében, hogy minden olyan veszélyt el tudjunk hárítani, ami a 3 évtizeddel ezelőtt kivívott szabadságunkat fenyegett, úgyhogy köszönöm szépen Péter a meghívást. Az európai csatatéren a szabadságunk megtartása érdekében vívott küzdelmeinkkel kapcsolatban a következőket mondta Dajs Tamás, az Európai Parlament képviselője. 3 évtizeddel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ha sikerül kivívni a szabadságunkat, ha el tudjuk azt érni, hogy ne egy megszállt ország legyünk, kivonulnak végre a szovjet csapatok, el tudjuk érni, hogy végre eltakarodjanak az életünkből a kommunisták, és a saját döntéseink alapján tudjuk alakítani az életünket, akkor természetes, hogy mivel mi magyarok, azáltal, hogy magyarok vagyunk, európaiak is vagyunk, az európai együttműködésnek is végre a részesei lehetünk, amiből ki voltunk rekesztve. Tudtuk, hogy van közös piac, tudtuk, hogy van Európai Unió, de mi nem voltunk a szabad világ részesei. Ha kivívjuk a szabadságunkat, ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy az európai együttműködés részesei lehessünk. Azt gondoltuk, hogy így tehát a szabadság kivívásával valósággá lehet az, hogy Európa a mi jövőnk. 3 évtizeddel később ma azt kell mondanom, hogy ma mi, magyarok és közép-európaiak vagyunk Európa jövője. Onnan, hogy Európa a mi jövőnk, jutottunk el odáig, hogy elmondható, mi közép-európaiak vagyunk, Európa jövője, hangsúlyozta a politikus. Az európai gazdasági növekedésnek a centruma itt van Közép-Európában. Közép-Európa országai voltak, ha bár különböző pártállású háttérrel működnek a kormányok a V4 országaiban, de mégis a közös közép-európai gondolkodásmóddal mi voltunk képesek nemet mondani a tömeges illegális bevándorlásra, ezáltal megvédeni Európát. Az ország déli határán a határkerítés ez nem csak a magyarokat védi, hanem védi Európát. Amit most a lengyel határőrök tesznek a belorusz határon, az nem csak Lengyelországot, hanem egész Európát védi. Magyarországnak 2022-t követő években is stabilnak kell maradnia, hangsúlyozta az Európai Parlamenti képviselő. Annélkül, hogy Magyarország ne maradna a 2022-t követő években is egy stabil, a fejét felemelni képes, a szívét megerősítő, jó teljesítményre képes ország. Nos, ennélkül nem leszünk képesek az európai csatatéren sem megvinni azokat a csatáinkat, ami a szabadságunk megőrzése érdekében kell. Az a helyzet, hogy 2004, az idestóva ugyebár 17 évvel ezelőtt, mi abban a reményben lettünk az Európai Unió tagjai, hogy a lehetőségeink kiteljesednek. Szó nem volt arról, hogy át akarják írni a múltunkat, el akarnak venni tőlünk olyan fontos értékeket, amelyek mindig is a mieink voltak. Szó nem volt arról, hogy kívülről érkező ideológiai parancsokat kell megint teljesítenünk. Szó nem volt arról, hogy abban akarnak minket akadályozni, hogy mondjuk megvédjük például a határainkat. Szó nem volt arról, hogy van egy együttműködés, amiben nekünk komoly anyagi erőforrásokat kell mozgósítanunk egy közös hitelfelvétel érdekében. Ebből áll össze az a 750 milliárd eurós összeg, ami a helyreállítási alapot jelenti, majd a
törlesztő részleteket fizetnünk el, de ami jár nekünk például, azt nem kapjuk meg, mert nem tetszik a képünk éppen Brüsszel urainak. Na, hogy ezeket a küzdelmeket meg tudjuk vívni, ehhez erős, magabízó országra van szükség. Magunk mögött hagyott években azért tudtuk sikerrel megvinni ezeket a csatákat, mert polgári nemzeti kereszténydemokrata a politikai tábor által támogatott kormány ilyen kormány volt. Ezt kell megvédenünk 2022 tavaszán, hogy továbbra is ilyen kormányunk. A brüsszeli csaták megvívásában vitézkedő kormányunk legyünk. A pécsi Cirfándli esték teltházas eseményének a Baranya megyei közgyűlés díszterme adott otthont.